Szeretettel köszöntök mindenkit. Igazából azt szokták mondani, hogy én vagyok az a csávó az MVM-ben, aki rajong a bicikliért, vagy a biciklikért, és minden, ami biciklivel kapcsolatos, azt én próbálom erőltetni az MVM csoporton belül. Furcsán néztek rám a kollégák, hogy én most hova jövök, mert el kellett kéreckednem. De megmondom őszintén, rendkívül hálás vagyok annak, hogy nem az energiakereskedelmi trendekről kell beszélnem, nem az elszabadult energiaárakról kell beszélnem, az ügyfélszolgálatunknak a kihívásairól kell beszélnem, hanem arról tudok beszélni, hogy van az MVM csoportban több olyan projekt, többek között ez, amire azt gondolom, hogy méltán büszkék lehetünk és bízunk benne, hogy folytatódik. Miért is csináljuk ezt a projektet? Ez a hivatalos rész, amit el fogok most önöknek mondani, el fogom mondani a nem hivatalos részét. A hivatalos indok az MVM csoport eltökélt a mobilitás fejlesztése irányában. Nagyon jelentős fejlesztéseket csinálunk annak érdekében, hogy az elektromos és CNG töltőhálózat az országos szinten kiépüljön. Flottákat hozunk létre, alapvetően a zöld busz, illetve e-autókkal kapcsolatos lakossági és nem lakossági flottákat, ezek most indulnak, egy része elindult, egy része pedig most indult az MBM Go név alatt a lakossági autószolgáltatásunk, illetve ami hozzám nagyon közel áll, az a mikromobilitás, ezen belül pedig két kiemelt projektet mondanék önöknek, vagy nektek, bocsánat, az egyik az a nyilván önök is látták, az az e-roller projektunk, ilyen szürke-sárga bőrt rollereket lehet látni Budapest főváros egyes pontjaiban, illetve a másik az a pedelek vagy e-bike programunk, amit pilot jelleggel indítottunk el idén. Nos, ez a hivatalos része, ez a mi szakmai elkötelezettségünk és küldetéstudatunk, de a valójában megmondom őszintén, hogy ez onnan indult, hogy nagyon sok HR felmérést látunk azzal kapcsolatosan, hogy úgy általában véve Európában és Magyarországon a munkavállalóknak 10%-a az, akinek igazából csillog a szeme, és úgy jön be egy munkahelyre vagy egy vállalatba, hogy picit többet szeretne tenni annak érdekében, ami egyébként a napi feladatának a része. És elindult a gondolkozások azzal kapcsolatosan, hogy hogyan tudnánk mi ezen javítani. És nyilván számos ilyen intézkedés van, amit próbálunk tenni. Az egyik az a munkába járás, tehát hogyan jön be az ember, mégis mennyivel jobb őszintén biciklivel bejönni, nyilván, hogyha az időjárás engedi, a munkahelyekre, mint hogyha a gépkocsival vagy tömegközlekedéssel mennénk. Tehát ez az egyik, ez a 10%, ez megmondom őszintén, engem nagyon mellbeütött, én nem voltam ezzel tisztában, néha érzékelem, de nagyon meglepett, hogy ez egy ilyen alacsony szám. A másik pedig az, hogy azt szoktuk mondani, hogy azért jó lenne az MVM csoportot, az MVM csoport egészét, bár marha nagyunk és nagyon sokan vagyunk, de hogy azért mégiscsak egy olyan irányba elvinni, hogy oda ez egy szerethető munkahely legyen, és az emberek jó érzéssel jöjjenek be. És azt gondolom, hogy ennek része az, hogy nem csak a tömegközlekedéssel, a gépkocsikkal, hanem biciklikkel jöjjenek a kollégák a munkahelyükre. Tehát boldog arcokat szeretnénk látni, akik bebring. Ez a jövőkép valahol, hogy boldog arcokat lássunk, akik biciklivel jönnek be a munkahelyekre. Ez az egész az úgy kezdődött el, hogy csináltunk egy jó pár felmérést. Ugye 16, most már 18 ezer az elmúlt tranzakció eredményeképpen 18 ezer munkavállalót képzeljetek el. Több mint 1000 ember töltötte a kérdőíveket, amiket ezzel kapcsolatosan csináltunk. Ezek eléggé összetett kérdőívek voltak, de ennek az volt lényegében az üzenete, hogy a megkérdezett először 12 ezeren válaszoltak, utána 1100 valahányan, de hogy az emberek 74%-a használná rendszeresen a kerékpárokat és azon belül az elektromos kerékpárokat, magyar nevén pedeleket, hogy kerékpárra jöjjenek be a munkahelyükre. És ez egy bődöletesen nagy szám. Én megmondom őszintén, amikor ezt a felmérést csináltuk, és ugye azért csináltunk még egyet, hogy ez nem lehet igaz. De a második felmérésünk is hasonló számot hozott ki, hogy ez egy nagyon komoly visszaigazás arra, hogy az emberek részéről, a munkának részéről nagy a nyitottság arra, hogy ha a körülmények lehetővé teszik, akkor biciklivel jöjjenek a munkahelyükre. Na, és a felmérések eredményeképpen elkezdtünk gondolkozni, hogy hogyan tudunk mi tovább lépni. Az MVM képes egy ilyen projektet megcsinálni, mert nem arról van szó, hogy veszünk 50 darab biciklit, és akkor kisorsolunk pár embernek a kerékpárokat, és akkor tessék használni. Hát ennél azért összetettebb egy ilyen projekt. Lényegében azt néztük meg, hogy
hogy mik az első lépések a felmérésen túl, el kell érzékenyíteni, el kell kezdeni érzékenyíteni a kollégákat, nyilván a vezetést elsősorban. Amikor először jöttünk az ötlettel, akkor nyilván az volt az első kérdés, hogy rendben van, te mit szívtál, bocsánat, mit tettél ma reggel. Úgyhogy azért időbe tellett, amíg azt tudtuk mondani, hogy azon kívül, hogy felmértük az igényeket, azért oda kellett tenni, hát mi egy nagyvállalat vagyunk, elemzésekkel és számokkal dolgozunk, tehát akkor oda kellett tenni nyilván a hazai és nemzetközi trendeket a kerékpározással kapcsolatosan, illetve annak a társadalmi és egészségügyi hatását. Ennek eredményeképpen született meg az a döntés, hogy induljunk el, és egy befektetés eredményeképpen indítsunk el egy flotta szolgáltató céget, ami lényegében ezeket a pedelek kerékpárokat helyezni jövőre üzembe, nagyobb számban, és ezzel bízunk benne, hogy ezeket a viszonylag nagy értékű kerékpárokat közelebb tudjuk hozni az emberekhez. Nagyon röviden, amit kell látnok, hogy ez a pilot, ez 15 hónapig tart, ugye ez furcsa, hogy miért 15 hónapig, azért mert hát időben úgy jöttünk, hogy augusztus közepén indítottuk el, számolva azzal, hogy ez igen túl sokáig idén nem fog tartani. Tehát ugye lényegében az emberek szeptember-októberben még kerékpároznak, novemberben azt gondolom, hogy csak a legelvakultabbak, és valójában az emberek, főleg hogyha reggel, mert ugye reggel megyünk dolgozni, ennek eredményeképpen azért azzal kellett számolnunk, hogy még egy évet rá kellett tenni, tehát valójában közel másfél éves pilotról beszélünk, aminek az első eredményeit azért már látjuk. Szóval 50 kerékpárral indultunk el, 15 hónapig tart, 3 várost érint, és körülbelül azzal számolunk, hogy az összesen 100 kollega fogja majd igénybe venni ezeket a bicikliket. Alapvetően Budapestet, Szegedet érintik ezek a felhasználási helyek. Azt látjuk, hogy nagyon nem, tehát a junior kollégák vagy kezdő kollégák és vezetőbeúszott kollégák is nagyon szívesen használják ezeket a kerékpárokat. Itt az előbb elhangzott az Istenhegyi út, pont az egyik vezető kollégám, aki úgy 20 éve nem ült biciklin, kérte el, hogy hagyj próbálja ki, és van-e olyan biciklin, ami hát most nem kisorsol, de hogy csak hagyj próbálja, mert nem akar ebbe beleégni, csak hagyj próbálja ki ezt az eszközt. És mondta, hogy másnap jött be egy csillogó szemekkel, hogy hát ő föl tudott tekerni az Istenhegy úton, mondom úgy, hogy 25 évig nem biciklizett. Tehát egy iszonyatos élmény kapcsolódott ahhoz, hogy vissza tudott ülni a kerékpára, és egyébként egy olyan emelkedőn föl tudott menni, amit álmában se gondolta volna, hogy ez meg fog tudni történni. Úgyhogy mindig azt szoktuk mondani, hogy itt már több előadáson elhangzott, hogy amiről most beszélgetünk, az nagyon sok mindent visszahoz az ember életébe. Megmondom őszintén, hogy én nem használok pedeleket. Én rendes kerékpárral szoktam menni, de nem azért, mert lenézném, de azt látom, nagyon sokakat viszont megszólít, és nagyon sokan visszaülnek, és egy újfajta élményt, vagy a fiatalkori élményeket hozza vissza. Az eredmények nagyon röviden, 2,5 hónap alatt sikerült 18 000 kilométert beletekerni a kollégáknak. Meglepő módon egyébként a hölgyek veszik igénybe ezt a biciklit, vagy ezt a típusú biciklit, de egyre több jelzés érkezik hozzánk, hogy ugye ennél majd több is lesz. Hát bízunk benne. Nyilván ez a projektnek a sikerességétől függ, de azt gondolom, hogy jövőre ezeknek a bicikliknek a száma nőni fog, és nem állunk meg 50-nél. Itt, amit mi látunk, hogy nagyon jó érzés látni azt, amikor, és azt nem egyszer, amikor kollégák, mivel nagyon sokszor én is biciklivel szoktam bemenni a munkahelyemre, biciklivel jönnek és egymással beszélgetnek. Szerintem ez egy marha jó dolog. Tehát ilyet azért, hogy azt még nem látom az egyik kollégám felül, a másik kollégát, hogy egyébként én is arra megyek, és akkor gyere, vigyél el engem, és közben beszélgessünk, na, ilyenről még nem hallottam. Viszont nem egyszer láttam azt, hogy találkoznak, és együtt tekernek be. Szerintem ez egy marha jó dolog, és ezen kívül ezeket az eszközöket többen mondják, hogy jó, mert egyébként a hétvégén elviszik, és egyébként ezzel túráznak, kirándulnak, és egyébként a gyerekkel ismét el tudnak menni biciklizni. Egyik tapasztalás. A másik tapasztalás pedig az, hogy nagyon sokan jelentkeztek szervezett túrákra ismét. Korábban nem, de ismét szervezett biciklitúrákra jelentkeztek, és ismét elkezdtek biciklizni. A harmadik pedig, hogy a számomra döbbenetes volt, hogy egy ekkora vállalatcsoportban van egy MVM ESE nevezetű szervezet. Ezt egy kicsit ezzel tudom érzékeltetni, hogy mennyire volt pozitív a hozzáállás az MVM csoporton belül a
projekttel kapcsolatosan. Van egy MBMS-en, rengeteg szakosztályunk van, foci szakosztály, sí szakosztály, futó szakosztály, bicikli szakosztály nem volt, nem is volt rá igény. Most a helyzet az, hogy ennek a projektnek az eredményeképpen létre fog jönni egy bicikli szakosztály is, és ezt azért tartom fontosnak, mert ez mind közösséget teremt. Tehát azt gondolom, hogy ha ezek a szakosztályok működnek, az emberek együtt bicikliznek, ne adj Isten, együtt tekernek be a munkahelyükre, ez mind közösségépítő és egészségmegőrző. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ez a projekt egyrészt sikeres lesz, sőt azt gondolom, hogy más sikeresnek tekinthető, és rajtunk kívül lesznek más vállalatok is, akik hasonló útra lépnek, és szintén ezeket az eszközöket a munkahelyek számára fogják bocsátani, és sok mosolyog embert fogunk látni a munkahelyükre bebiciklizni. Tehát nekünk ez lenne az elsődleges célunk ezzel, úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt lehettem. Köszönöm szépen.